Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is összehasonlítás, a single playerek összehasonlítás, az elmúlt 10 év single playerének összehasonlítása, plusz az új rész. Tehát ilyen jön az új rész vs a többi single player rész. Lehet, hogy egy kicsit már később van hozzá, de úgy gondolom, hogy miért is ne beszélnénk róla egy kicsit. Jó, szóval miért ne beszélnénk róla egy kicsit. Azt meg kell hagyni, hogy mindegyik Call of Duty single player kivétel nélkül egy szórakoztató darab. Tehát masszívan szórakoztató darab. Tehát az első résztől egészen eddig a 10-ig, vagy 11-ig, hányadik kód már ez. Masszívan szórakoztató. Tehát az elsőtől mostanig mindegyik nagyon-nagyon-nagyon jó gameplay. Viszont szeretném mégis felelhetővé tenni a különbségeket, hogy mitől jobb a többi, és ez kevésbé. Ja, bizony. Úgy gondolom, hogy ez egy gyenge single player volt Call of Duty berkein belül. Tehát Call of Duty berkein belül. Tehát nem összesültve a többi játékkal, csak a Call of Duty közötti összehasonlításnál ez egy gyenge kód volt. De egy kicsit beszéljünk az Atlasról. Mert nem tudom egyébként, hogy tudjátok-e, de létezik egy ilyen cég, hogy Atlas, és a világon a harmadik legtöbb pénzt termeli be, és ők valóban zsoldos hadsereg. Tehát a sztorinak valami alapja azért van, mert van egy ilyen cég, egy ilyen katonai cég, zsoldosokat tart föl lehet őket bérelni, és hát elvégzik a piszkos munkát, és ez a cég annyira árnyékokban működik, tulajdonképpen árnyékokban, de mégsem, tehát mert tudni, aki akar, az tudja, tehát hogy egyszerűen a világ, egy olyan cég, ami a világ harmadik legtöbb nyereségét tudja kitermelni, azért ez nem semmi, hogy mi emberek mennyire a háborúra hajtunk. Nos, de mégis megragadnám ugye az alkalmat, összehasonlítva egy kicsit a többi résszel ezt a Call of Duty-t. Nem tudom, hogy vagytok vele, de számomra egy kicsit olyan szürreálisnak tűnt, mert már túlságosan elvont a valóságtól. Nem az, hogy, hanem például, hogyha belegondolunk egy Black Ops 1 történet például, hát én ott elmentem és össze-vissza szartam magam a végén, tehát gondoljátok végig, tehát tudjuk, hogy volt egy vietnámi háború, tudjuk, hogy ott harcoltak emberek, és akkor tudjuk, hogy Oroszországba estek fogságba emberek, és az egésznek bár egy fiktív történetet adtak, de a végén, mikor mégis ott volt, hogy Kennedy gyilkosság, és ott láttad, tehát magadat valahol ott megláttad a tömegben, és az egésznek egy olyan sugallata volt, hogy a végén te lőtted le Kennedyt, így az egészről érezted, hogy akár ez meg is történhetett volna, meg is történt talán a valóságban. És Code 4 például a sztori, hogy Pripyatba elmész. Pripyat ugye egy létező város, felrobbant az csernobili atomerőmű, és az ott robbant fel, ott mászkáltál valódi környezetben, jó Golden Gate Heat, tehát mindegyik kódban benne van Golden Gate Heat, tehát azt leszámítva. És a sztorinak alapja volt, hidegháborús alapja volt, és amikor kijött a Code 4, ugye Közel-Keleten rengeteg konfliktus is volt, és az egésznek egy alapja volt, és már-már meg is történtek a valóságban azok az események, amik a játékok feldolgoztak, és a Code 2, persze már a MB2, bocsánat, az már így persze tovább haladt a történettel, mert persze a Code 1-2-ről nem beszélve, mert világháborús események, tehát az egyértelmű, hogy valóság alapja is, és az egésznek miközben játszolsz velük, tehát MB2-vel is, vagy akár MB3-ban már elvonatkoztat a dolgoktól, de egy Londonban játszol, olyan fegyverekhez nyúlsz, amik jelenleg léteznek, szóval úgy gondolom, hogy ez és a többi kódhoz képest, még a Black Ops 2 is egy kicsit elvont ebből a szempontból, és az is gyengéskére sikerült. Valóság alapja valamilyen szinten sokkal erősebb, mint ennek. Persze mennyi esély lehet arra, hogy egy ilyen Atlas nevű cég ez így egyszer csak úgy dönt, hogy ez is ez fog történni, de hát nem, tehát nem, egyszerűen nem látod azt az erőt, azt a valóság erőt például ebben a kódban, vagy netán a Black Ops 2-ben,
Bár a Black Ops 2-ben az a gépezet, ami így népked és páncél van rajta, az azért már masszívan létezik amúgy, és használják fel katonai célokra. Szóval az a kis robot, ami így lép lábakon és nem gurul, az tényleg van. De például ez a Call of Duty azért mégis tett az a valóság alap, amit tudna adni ez a játék. Az nincs meg. Nincs meg az, ugye, a COD 4-ben, hogy érezted magad körül, hogy úristen, ez akár meg is történhetett. Miért ne lehetett volna így, vagy mint a Black Ops 1-nél, hogy így úristen, tehát ez fantasztikus sztori volt, és ez feldobta az egész játékmenetet. Most azért, ugye itt van nekünk Kevin Spacey, egyik kedvenc színészem, elképesztő volt, és úgy gondolom, hogy 90%-ban ő dobta fel ezt a... Még ha ilyen keveset is szerepelt benne, 90%-ban ő dobta fel az egész játékot. Azzal a teljesítményével, amit nyújtott, és persze a grafikusok teljesítményével, hogy mennyire sikerült ezt lerenderelni, az ő arcmimikáját, de eleve a hangsúlyozás, a beszéd stílusa, ahogy ő közvetíti az üzeneteket, fantasztikus volt. És jó volt a sztoria az egésznek, de nem éreztem azt a kapcsolatot a valósággal, a történetnek, mert túlságosan elmentünk a fikció irányába. Míg például, amikor először játszottam ugye a COD 4-jel, akkor tett egy szópot, és bármelyik másik embert, tehát Captain Price-t azonnal megkedvelted, mert valahogy magadénak érezted őket, tényleg a társadnak érezted őket, de itt már ebben a kódban valahogy ezzel nem volt meg. Új karaktereket mutattak be, de nem voltak olyan szerethetőek, mint aminek kellene, hogy legyenek. És úgy gondolom, összesítve most már, hogy ez a kód már single playerben már nem volt annyira jó, mint a többi. Kicsit gyengés. Kevin Spacey ide vagy oda, de ez nem az igazi. És ha nem lett volna Kevin Spacey, akkor ez a játék sehol se lenne single player téren, úgy, mint a többi volt. És kíváncsi vagyok a véleményetekre. Írjátok le, hogy ti hogy látjátok ezt a kódot, vs. a többi kódot single playerével kapcsolatban. Mert úgy gondolom, hogy ez sokkal gyengébbre sikerült, mint a többi. Szórakoztató, de gyengébb, mint a többi. Még a Call of Duty Ghost-nak a sztoria is jobb. Bár az is elég elmond igazából, de mégis valahogy jobb, mint ez, bocsánat. Szóval, na, várom a véleményeket, vitassuk meg ezt a dolgot. Ti hogy látjátok ezt? Nektek melyik a kedvenc COD single playeretek? Melyiket szeretitek a legjobban? Sziasztok!